A hivatali negyedként is számon tartott Deák Ferenc utcában a 19. század végére a község vagyonos polgárainak házait is megtaláljuk. Közéjük tartoztak a Bún család tagjai, akiknek a lakóépületeit képeslapok is megörökítették. Mit tudunk a családról? A Bún család zsidó származású ősei valamikor az 1700-as évek elején vándoroltak be és gyorsan asszimilálódtak. Tudjuk, hogy Bún János uradalmi számadó 1809-ben kikeresztelkedett, és a tehetős Gebhard családba beházasodott. Az ő legkisebb fia volt Gusztáv, Bún Gusztáv, 1837-es születésű, aki aztán elég jó üzletérzékkel rendelkezett, kezdetben mészárszékeket működtetett, majd olyan pénzügyi tevékenységet végzett, hogy az itteni eladósodott birtokosoknak pénzt kölcsönzött, közben földet is bérelt tőlük, majd amikor tovább adósodtak és fizetésképtelni váltak, akkor potom pénzért meg tudta az ő földjeiket venni, így jutott különböző területekhez a Hidegvölgyben, a Bochegyen vagy az Öregforrás dűlőben. Úgy tudom, a szőlészet borászat területébe is belekóstolt. Igen, a Hidegvölgyi Csányi kertben valóságos egy patinás présázat tartott fenn Vincellérrel, és a borászati lapoknak a paksi tudósítója volt. Ezt hívták a korabeli lapokon Bunvillának még annak idején. Ő maga is olvasói levélként írta a borászati lapokba, hogy az elmúlt évben 40 hold területet ültettem be szőlőkkel, aztán a további kezeléshez várta az olvasóknak a támogatását, segítségét. Sőt, részt vett 1891-ben a gyapai Mádi Kovács János földbirtokosnál volt, ahogy írták, a zöldoltás rejtelmeiről egy előadás. És amikor 1893-ban a megyei filoxéria biztos itt járt megszemlélni a határmenti dűlőket, akkor külön kiemelte, hogy különösen szépek Bún Gusztáv mintaszőlő telepei. A banki tevékenysége mellett milyen egyéb gazdasági tevékenységekbe kóstolt bele? Igen, ők voltak a helyi Bún család volt a helyi bankrendszer megalapozója, építőipari cégeket is beindított itt a városban és a környéken. 1868-ban alakult meg a paksi takarékpénztár, aztán részt vett 1882-ben a paksvidéki takarékpénztár megalakításában, a Közép-Dunamenti Haltenyésztő részvénytársaságnak pénztárnoka volt, mélyszégető kemencéket állított fel az építőanyag kereslető és hiánypótlására, illetőleg a szemben lévő paksi sziget, a Senki szigete, az is egy időben Bún Gusztávnak a tulajdona volt, ezért őt hívták Bún szigetnek is, nem sokkal a halál előtt vált meg ettől a túlsóféli szigettől is. Mit tudunk a paksi nábob lakóházáról? Századfordulós képeslapok megőrizték a Bún Gusztáv lakóházát, amit a Deák Ferenc utca 9-es szám alatt volt. Ezt a nagy épületet Baksai György tervei alapján 1904-ben építették, és nagy kiterjedésű volt, ezért a későbbiekben is tudták használni itt közigazgatási hivatalként. Itt működött a járási szolgabíróság, működött benne később a községi tanács hivatala, illetve későbbiekben átalakították, és 1985-től a zeneiskola költözött az épületbe, 2006-os nagy felújítását követően pedig, és napjainkban is, a Pro Artis alapfokú művészeti iskola székhely. Gusztáv kikeresztelkedett zsidó családban indult, majd buzgó katolikusként az egyház nagy pártfogója volt Pakson. Valóban nagy pártfogója volt a katolikus egyháznak. 1901-ben, mikor épült az új katolikus templom, bőkezően támogatta ezt az építkezést, sőt, azonnak a berendezését, a templom kifestését is. 1892 nyarán váratlanul 48 évesen elhunyt a felesége Rosmayer Borbála, és itt a Hidegvölgyi birtokon temették el, majd 3 évvel később a felesége sírhama fölé egy kisebb kápolnát emeltetett egy családi kriptát, családi temetkezés céljára. És azután ez a kápolna szolgált itt a család későbbi temetkezésének is. Amúgy a katolikus ifjúság egyletnek 1900 őszén díszelnökévé választották Bún Gusztávot, a második felesége Augsburger Mária pedig a zászlónyai tisztet töltötte be. Magányosan áll ez a kis kápolna a Hidegvölgy végében, mi lett az épület sorsa a későbbiekben? Igen, ez a kápolna aztán, hogyha nem jött volna közbe a történelem, akkor nem is ez a kis kápolna állt volna itt, hanem egy valóságos templom lenne itt a Hidegvölgy végében. Ugyanis Gusztáv egy olyan alapítványt tett, egy olyan
elhatározást, hogy 10 000 koronát az alapító levélben arra bocsátott, hogy ez majd, ha az évek folyamán fölkamatozik 300 000 koronára, akkor az egyház ide építsen a kápolna helyére egy kisebb templomot, amelyben minden évben mutassanak be a Buncsalád lelki üdvére egy szentmisét. Ez a forgatókönyv nem valósult meg. Meddig tartott a család fénykora? Bun Gusztáv és fia Lajos 1904 tájától már vilis alapon legtöbb adót fizetők jogán tagjai voltak a Paksi képviselőtestületnek, sőt Gusztáv a megyei törvénybizottságnak is. Aztán különféle tőzsdei spekulációba kezdtek a fiával Budapesten, és új cégalapításba is fogtak. Ez volt a Magyar Olajipar Részvénytársaság, nem túl nagy sikerrel prosperált. És aztán így jutunk el, hogy 1912. február 12-én már nagyapa volt, 75 éves korában Bun Gusztáv elhunyt. Mikortól következett be a család anyagi bukása? Bun Gusztáv halálával a család aranykora is leáldozott, mert az öreg Bun pénzügyi manipulációk súlyos terhét vitte magával ide a Hidegvölgyi kriptába, és ezek a manipulációk majd csak 1912 nyarán fognak kiderülni, de akkor bombaként robbanva megrengették a teljes paksi pénzpiacot, de ez már egy másik történet lesz.